Az Úr adjon neked békességet. Kedves testvérem, most a bocsánat kérésről szeretnék neked beszélni, amivel valószínűleg az életedben már te is találkoztál, nem egyszer, nem kétszer, hanem valószínűleg sokkal többször. Az is tapasztalatod, hogy nem könnyű bocsánatot kérni Istentől, nem könnyű bocsánatot kérni társadtól, akit megbántottál. Viszont, ha komolyan vesszük Jézus hívását, aki meghív, hogy aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és kövessen, és komolyan veszem Jézusnak az új parancsát, hogy szeressétek egymást, amint én szeretelek titeket, akkor komolyan kell vegyem azt is, hogy igen, ha tévedtem, hibáztam, bocsánatot kell kérjek. Amikor fölveszem az Úr keresztjét, ebben ott van az, hogy nem mindig kellemes az, amit meg kell tegyek a mindennapi életben, kellemetlen bocsánatot kérni. És sokszor az ember szégyel, megteszem az Úrért, megteszem a másikért, mert a bocsánatkérésben van egy gyógyító hatás. És ha azt mondom, hogy szeretem az Urat, szeretem embertársamat, akkor ebben benne van, hogy igen, beismerem hibámat és bocsánatot kérek. Viszont ahhoz, hogy legyen erőm bocsánatot kérni, legyen erőm fölismerni azt, hogy tévedtem, hibáztam, vagy bűnkövettem el, vagy megsértettem a másikat, megcsaltam, becsaptam, ez kell egy hatalmas, egy nagy adag alázat. És nagyon fontosnak tartom az imádságot. Talán a legfontosabb az Isten való kapcsolat az, ami képessé tesz téged arra, engem arra, hogy bocsánatot tudjak kérni, ha tévedtem. Szent Ferenc Atyánk is többször említi, hogy nagyon vigyázzanak a testvérek arra, hogy az imádság és az elhitott lelkét ki ne oltsák szívükben. Ne legyen fontosabb a munka, a tevékenység, a programok, semmi más, mint maga az imádság. Kedves testvérem, Rajzálló Szent János szerint a bocsánat kérés 5 elemből áll, ha megosztanám veled ezt az 5 elemet. Első az, hogy vállald a hibát, vagyis ismerd el, hogy igen, tévedtem, igen, megbántottam a társamat, megbántottam a Jóistent. Ehhez kell egy hatalmas alázat, ahhoz, hogy ez meglegyen bennünk, én hiszem azt, hogy az Úr az imádság által megadja. Másik ellen, szabadulj meg a haragtól, kérd az Urat, hogy az indulat, a harag, ami ott van benned, amiatt, hogy megbántott a társad, megbántott valaki, és lehet tényleg ártatlan voltál, ez haragot szület benned. Viszont a harag egy olyan fal, ami nem engedi, hogy átlépj, és kimond, hogy igen, beismerem, hogy hibáztam, igen, bocsánatot kell kérnem, kérd az Urat ezt a falat, ezt a haragot, vegye ki a szívedből. És a harmadik elem, az maga már a bocsánat kérés, kér bocsánatot alázatosan, nem elég csak azt mondani, hogy sajnálom. Hanem oda kell menni és azt mondani, hogy bocsáss meg testvérem, igen, a reggel durva voltam hozzád, bocsáss meg, amiért keresztbe tettem. Itt sorolhatnék még rengeteg ilyen-olyan problémát, hibát, de most ezt nem akarom tenni, mindenki tudja adott helyzetben, hogy mit hibázott, és kérjen bocsánatot alázatosan. Nagyon fontos dolog, soha nem mond azt, hogy ez nekem nem sikerül, én erre nem vagyok képes. Hát Isten nélkül nem is vagyunk képesek, de vele igen. Negyedik ellen, tedd jóvá. Próbáld jóvá tenni azt a hibát, amit testvéred ellen elkövettél, vagy a Jóisten ellen. Azzal, hogy kommunikálsz, azzal, hogy jót teszel, szeretsz, cselekszel, közeledsz. És az ötödik, megtartani az alázatot. És kérd az Urat, hogy az alázat maradjon meg bennünk, mert amíg alázatosak vagyunk, addig mindig ott van bennünk a készség, hogy fontosabb a testvér, fontosabb a Jóisten, mint az én egóm, mint az én elképzelésem, mint az, hogy na most kell szégyenkezzek. Igen, az alázatos ember elismeri, beismeri, hogy rászorul Istenre, rászorul a másikra. Mindig azt kér bocsánatot, akiben nagyobb a szeretet. És ne feledjük, hogy a bocsánat kéréssel nem csak bennem szűnik meg egyfajta rossz érzés, belső érzés, hanem a másikban is megszűnik, megszűnhet. Egyfajta gyógyítás, kölcsönösen gyógyítjuk egymást.
ő megbocsát, én bocsánatot kérek, ő megbocsát. Bocsánatot kérek Istentől, ő megbocsát. Ez egyben gyógyítja a kapcsolatot. Azt is mondhatnám, hogy bocsánatot kérni csak lelkileg, érzelmileg érett, első határozottságú és öntudatú ember képes. Isten való kapcsolat erre képessé tud tenni minket. Persze emellett fontos, hogy tanuljunk egymástól, olvassuk a Szentírást, elmélkedjünk, éljünk a szentségekkel, vagy vegyünk egy szakkönyvet, ami szintén segített, ami által az Úr tanított bennünket, hogy inkább megismerjük önmagunkat, társainkat, Istent. Bocsánat kér, és azt jelenti, hogy valaki felnőtt módon képes felelősséget vállalni a saját tetteiért. Igen. Bocsánat kérés nem mindig azt jelenti, hogy a másik embernek volt igaza, és te tévedtél. Nem minden esetben. Egyszerűen azt jelenti, hogy többre értékeled a kapcsolatot, mint a saját sértett egódat. Imádság. Visszatérek az imádsághoz. Az imában, ha minden nap az Úrral elidőzöm, lehetetlen, hogy ő ne töltse be szívedet olyan érzésekkel, olyan erővel, ne növelje a hitedet, a reményedet, a szeretetedet, amely mindig képessé tesz arra, hogy beismerd bűneidet, és bocsánatot kérj. Nagyon fontos, hogy ezt ne feledjük, hogy bocsánatkérés nélkül a kapcsolat megállhat, megszűnhet. Úgy köztem és Isten között, mint köztem és embertársaim között. Ne legyek az a valaki, aki falakat épít, amely tönkreteszi életünket, inkább legyek az, aki falakat rombol, azért, hogy életünk gyümölcsöző legyen, és a szíved találkozhassanak Istennel, egymással. Azért Szent Ferencnek is van egy ilyen mondás, hogy boldog az az ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét épp úgy elviseli, ahogy szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék. Ez is segített abban, hogy nem mindig a másik embert kritizáljam, és én magamat tartsam a nagy tökéletesnek, hanem vegyem észre, hogy én sem vagyok tökéletes. Vegyem észre, a másikban is rengeteg jóság van, bennem is. És ez mind segít a kiengesztelődésben. Abban, hogy tudjak bocsánatot kérni. Nem könnyű dolog. Könnyerű beszélni, talán könnyerű könyveket írni, vagy könnyebb, mint bocsánatot kérni, de nem lehetetlen. Ha Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és arra vagyunk, akkor hidd el, ott van benned, bennem az a képesség, Isten megadta, amely képessé tesz arra, hogy bocsánatot kérj, és hogy megbocsáss. Jean Vanier mondotta, hogy a kiengesztelődés a szíve családnak, közösségnek. Igen, a szívem, mert ahol kiengesztelődnek egymással az emberek, ott elkezd újra dobogni a szív, család szíve, újra élet lesz. És ha a szív leáll, akkor az élet megszűnik. Kedves testvérem, minden nap imádkozz, elmélkedj szívből, kérd az Urat az alázatra, és biztos, hogy képes leszel mindig bocsánatot kérni, és képes leszel mindig megbocsátani. Az Úr adjon neked békességet.